700 méter tengerszint feletti magasságban fekszik klimatikus gyógyhely, a környékén több mint 20 ásványvízforrás található. Leginkább ezekről ismert a kelet-lengyelországi Krinyica városa, amely Sárospatak következő testvértelepülése lehet. A lengyelek felkérésére Aross János polgármester személyesen utazott el az alig 180 kilométerre található városba, hogy egyeztessen a lehetséges együttműködésről. Dotychczas współpraca między Krynicą a Węgrami. Különösen annak örülök, hogy eddig nem ismertük egymást, de azonnal megtaláltuk a közös hangot. Úgy látom, hogy össze tudjuk majd hozni a két város lakosságát és gazdasági szereplőit. Nálatok ott a termálvíz, ami nekünk nincs, viszont vannak ásványvizeink és egyedülálló kiépített sípályánk, ahol március közepéig tart a szezon. De fontos lenne a kulturális, a sportkapcsolatok, a vadászati, turisztikai lehetőségek kiépítése is, na meg a borpiac is adott lehet. Obopólne korzyści, a zatem korzyści zarówno dla mieszkańców Sárospatok, jak i dla mieszkańców Krynicy. A két polgármester aláírásával igazolta, hogy elkezdődik a testvértelepülési kapcsolat hivatalos formába öntése. Ennek a részleteknek a kidolgozásában nyújtok segítséget és ajánlok segítséget. A pataki polgármester a látogatást követően pozitív tapasztalatokról számolt be. Itt nagyon kedves fogadtatásban volt részünk polgármester úr részéről. Egy napot tölthettünk, megnéztük azt a gyönyörű tájat, amelyhez hasonló pontosan itt Sárospatakon található. Megnéztük a sípályáikat, megnéztük azokat a kitűnő ásványvizeket, amelyekről híres Krynica települése, és már elő is készítettük egy komolyabb, konkrétumokat tartalmazó megállapodásnak az előkészítését, amely kultúrában, sportban, oktatásban és természetesen gazdasági kapcsolatok kimerítésében fogalmazódik meg. A két város közötti együttműködési megállapodás aláírásához a képviselő testületek jóváhagyása szükséges. A két önkormányzat a közös programokon túl határon átnyúló pályázatok kidolgozását is tervezi.